Zsuzsi, mi jut legelőször eszedbe a dinoszauruszok világáról? Hát legelőször a Jurassic Park mindenféleképpen. Meg hát egy ilyen T-rex, ugye, ahogy az ágyat beveti a kis mancsaival. Nem érzed úgy magad, mintha egy állatkertben lennél, vagy egy vadas parkban? De megmondom őszintén, hogy egy kicsit így, hogyha nem nézek hátra, és nem tudom azt, hogy ez egy műdinoszaurusz, még úgy meg is ijedek tőle, amikor megszólal. Bocsánat, hogy megzavarlak itt a fotózkodás közepette. Hogy tetszik a kiállítás? Nagyon jó. Tényleg jó. Mert vagy vele megelégedve? Hát nem én vagyok megelégedve, hanem a fiú, a fiam. Igen, most éppen akkor ő lovagolja meg a dinoszaur? Igen, ő lovagolja meg a dinót. Voltatok már egyébként ilyen kiállításon? Láttál már ilyen igazi életű dinoszauruszokat? Még nem. Tényleg nem voltunk még egyszer se. Hát eljöttünk gyorsan iskola után, ráfért, beleszért. És neked, mint egy igazi családapának, mi jut eszébe? Tehát mondjuk mit mesélsz a kisfiadnak a dinoszauruszokról? A dinoszauruszokról? Hát kihaltak. Kihaltak, húsevők voltak, voltak növényevők közülük, meg amit az általánosságban az ember tud róluk. Azt tudom elmondani csak, hogy mindenki tud. Anytime, anywhere, turn around and I'll be there to shine, shine your way. Még most jöttünk ebben a másodpercben, de még nagyon pici ahhoz, hogy lekösse vagy érdekelje. Hát egy kicsit fenntartással nézi még, de azért látom benne a kíváncsiságot is. Csak az a harci feladatom maradt, hogy ki kell jutnom innen a dzsungelből. Jövő héten újra közvetítünk innen a dinoszauruszok birodalmából. Sziasztok!